ilyen mocsárréten vagyunk. Remélhetőleg mocsári gólyahérek be lesznek fagyva a vízben, és ez nagyon érdekes fotótéma lesz, úgy gondolom. Ez a mínusz 6, ez szerintem megteszi a hatását, de majd mindjárt meglátjuk. Bevallom őszintén, hogy ez a vírus helyzet az én életemet nem nagyon alakította át a utóbbi napokban. Szerencsére mi természetfotósok kevésbé érintkezünk nagy tömegű emberekkel, és megfogadom a hírekben súlykolt szabályokat, hogy minél jobban kerülöm a emberek társaságát, ahogy látható, itt rajtam kívül nem sok ember van. Úgyhogy én nem nagyon változtattam az életmódomon, szinte minden reggel kijövök fotózni, és teszem a hobbimat, amit eddig is tettem. Talán még az is szerencse ebbe a nagy szerencsétlenségbe, hogy ez a dolog ez most ütött be, hiszen talán a természet a ilyenkor a legszebb. Én úgy gondolom, hogy április elejétől május elejéig talán az évnek szerintem ez a legszebb időszaka. Minden ilyenkor virágzik, a madarak fészkelnek, párt keresnek, visszajönnek. Úgyhogy millió téma van mindenhol, és hát szerencsére a felszabadult időm, mert most erre tudom fordítani. Úgyhogy én, ha egészségem megmarad, akkor nem panaszkodom, és remélem, hogy szép élményekkel és szép képekkel leszek gazdagabb ismét ebben az évben. Az utóbbi napokban, hetekben nagyon rákattantam ezeknek a mocsári gólyahíreknek a fotózásához. Minden évben egy stabil témám, ide mindig visszajövök, amikor van víz, mert itt hatalmas tömegben virítanak, és minden évben nagyon sok szép képet készítettem már róluk, és imádom ezt a helyet, ezt a mocsárrétet, úgyhogy sikerült már március végén havazásba is megfotózni őket. Valamelyik nap be voltak fagyva egy ilyen mínusz 9 fokos reggelnél a vízbe, és ma nem sikerült ugyanezt megismételni, de más jellegű képeket tudtam róluk készíteni. Úgyhogy biztos, hogy visszajárok még a napokban ide, és keresem a lehetőségeket, és keresem velük az élményeket. Hát sajnos nem úgy alakult ez a reggel, ahogy én ezt terveztem, de mindazok mellett nagyon jól éreztem magam, és öröm volt ezek között, a virágok között ismét itt lenni és fotózni őket. Nyilván a jó kép majd várt magára, de az élmény az mindig megéri, és ide kijönni, ez föltöltődés jelent mindenképpen számomra.
ennyi volt már a fotózás. Aki teheti, az maradjon otthon. Természetesen, aki teheti, és van kedve, az menjen ki a természetbe, hiszen itt senkitől nem fogja, és senkire nem fogja ráragasztani a kórt. Sziasztok! Az én életem gyökeresen megváltozott ebben a pár hétben. Mielőtt ez a vírus helyzet elkezdődött, én nagyon sokat dolgoztam. Gyakorlatilag kitették a hétköznapjaimat a munkával kapcsolatos dolgok. Fotózni hétvégén tudtam, illetve néha loptam egy-egy hajnalt, amikor felkeltem 3 körül, vittem váltóruhát, és átöltözve mentem tovább dolgozni. Na most ugye ez teljesen megváltozott, mióta belépett ez az új szituáció. Azóta gyakorlatilag a munkám természetéből adódóan csak minimális időt tudok vele tölteni, így felszabadult rengeteg időm, amit bármi mással elfoglalok. Nyilván elsősorban a fotózással. Nagyon sok hajnalban, nagyon sok napnyugtára kim vagyok, főleg, hogy vadvirág szezon van, én ezt nagyon-nagyon élvezem. Soha életemben nem készítettem még ennyi fényképet, mint most ebben az időben, úgyhogy én megpróbálom megtalálni a jót ebben a helyzetben. Nyilván én is aggódom a hozzátartozóimért, aggódom a szüleimért, próbálunk vigyázni magunkra, megteszünk mindent, amit lehet, de azért alapvetően arra biztatok mindenkit, hogy próbáljuk meg megtalálni a jót. Próbáljuk meg kihasználni, soha ennyi időnk nem volt még magunkra, a szeretteinkre, a hobbinkra, úgyhogy én is ezt élem most, és ezt élvezem. A fotózáson kívül az építőiparban kezdtem el foglalatoskodni, nyilván idézőjelesen. Nem régen költöztünk, és van még bőven felújítani való a házon, úgyhogy ma például vakolni tanultam az internetről, holnap pedig élőben meg is fogom ezt próbálni. Hát én azt gondolom, ahogy mindenkinek Magyarországon most a mi életünk is ugyanúgy megváltozott, az egész család más életritmusban él. Én is home office-ban dolgozom már, a kenyérkereső munkámat azt nem tudom az irodában ellátni, úgyhogy az egész hozzám tartozó csoporttal, meg kollégákkal mindannyian home office-ba vonultunk, és úgy végezzük a munkát, és egyébként sokkal több munka van, tehát ez mindenképpen egy új élethelyzet, és hát a gyerkőceimmel pedig tanulunk, ebben a tündi a feleségem nagyon sokat tesz hozzá, de együtt kell tanulnunk, úgyhogy a napok azok sűrűek. Emellett mi betartjuk a maradj itthon rendelkezéseket, és ez megint csak hozott egy új élethelyzetet, amit alapvetően egyébként derűvel élünk meg, tehát pedig hát minket is érint ez sok szempontból ez a mostani válság, de látjuk ebben az esélyt egy csomó újra, amit eddig nem tudtunk megragadni. Tehát mind a család összefordulása és a közös programok, mind pedig a személyes programok, amiket egyébként pont a saját kreatív munkámban csinálok, kreatív kikapcsolódásomban csinálok, az előrelépést hozott. Még többet is fotózok, mint egyébként, hiszen ahogy említettem, ugyan a napi munka sokkal több, és a mindennapoknak a feladatai azok azért kiterjedtebbek lettek. Viszont azzal, hogy nem mozdulunk ki, és azzal, hogy ebben a zártabb élettérben vagyunk mi így együtt család, azzal az éjszaka, ami az én fő működési területem az asszofotográfiával, az több lehetőséget kapott. És hát nyilván a légifotó az most egy picit háttérbe szorul. És ezért kifejezetten sokat fotózom, sőt olyan projektekbe tudok belevágni, amiben korábban nem gondoltam, hogy lehet. Ez egy jó időszak ebből a szempontból, és minden nehézség mellett kifejezetten izgatottan várom és élvezem. Most jelenleg egy galaxis projektben vagyok benne, tehát olyan galaxisokat szeretnék megörökíteni, amiket korábban megfelelő minőségben nem tudtam, és két képen is készült már, amit érdemes talán megnézni. Az egyik elkészült kép az a Szivar galaxis néven futó M82-es objektum, ez a nagy medve csillagképben található, amit ugye gömbszőszekérként is ismerünk. Azért érdekes, mert nagyon hosszú expozíciós idő kellett ezeknek a részleteknek a előbújtatásához. Ez 28 órás kép, tehát addig ideig dolgozott a távcső és a kamera, mire ezeket a ennyi fotont összegyűjtött, hogy ezt lássuk, amit látunk. Egyébként maga az objektum is meglehetősen sajátos, látszik is, hogy nem hagyományos a formája, van egy ilyen megtépett hatása, ami a
sűrű csillagkeletkezési régiókra utal. Egyébként ez egy galaktikus ilyen találkozásnak az eredménye. A közeli M81-jel került kölcsönhatásba az M82, és ennek köszönhetőek a szabálytalan porsávjai, illetve a sűrű csillagkeletkezési régiók. Ez a két galaxis egyébként felidőkösen kerül közelebb egymáshoz, majd hát néhány milliárd év múlva úgy gondoljuk, hogy össze is fognak olvadni. 12 millió fényév távolságra található. A másik kép pedig az M63 néven ismert napraforgó galaxis. Ugye a neve onnan eredeztethető, hogy a felszíne egy hatalmas csillagközi virághoz hasonlít. A markás központi szakaszt ezek a finom örvénylő spirálkarok veszik körül. Egyébként, hogyha az oldalamra ellátogattok, ott látszik a nagy felbontású képen, hogy a halvány régiók még az egész képet beterítik. Megközelítőleg 37 millió fényév messze van tőlünk. Az átmérő is hatalmas, 90 ezer fényév. És még távolodik is tőlünk 600 km per szekundummal. Ez a kép, ez rövidebb ideig készült, ami egyébként még mindig nagyon hosszúnak számít egy földi fotográfus szempontjából, mert ez 10 órás kép. Mindkét kép megtekinthető az oldalamon, nagy felbontásban, itt talán érdemes is ellátogatni oda. Hát plusz időm éppen, ugye ahogy említettem, van már az éjszakában, és ezért a csillagda átalakítása az, ami elég sok izgalommal tölt el, és amit most csinálok is. Ahogy ezt már korábban említettem, én egy saját kis csillagvizsgálót építettem itt a kertünk végébe, fennlakunk egy hegytetőn, tehát nagyon szép kilátással mind az égre, mind máshova. És ez az eltolható tetős csillagda, ez egy kis átalakításon megy most keresztül. Egyrészt belül, tehát ezeket a távcsöveket most, vagy a távcső állványokat most megerősítettem, ezt felzsalúztam, hogy a most rákerült nagyobb távcsövet elbírja, párhuzamosan fog két fotográfiai munka végződni így, két fotós távcső van fönt. Illetve ezt is megemeltem, mert ez a távcső viszont nem látott ki eléggé. Egy olyan témát fogok most megörökíteni, ami nagyon alacsonyan van, az M104 Sombrero Galaxis szeretném lefotózni, és ez egyszer nem látott eléggé ki. És ezek most, tehát ez egy, le kellett esztergáltatni, és meg kellett emelnem az egész távcsövet, mindent újraállítani, tehát elég nagy meló volt. Illetve ennél a távcsőnél balra nem látok ki eléggé, ugye a tetőn még nem tudom megfelelően elhúzni, pedig egyébként a sín engedni, és ezért a csigarendszert fogom átalakítani, ezt a belső csigarendszert, amivel a tetőt aztán még inkább jó irányba tudom mozgatni. Úgyhogy van egy csillagda átalakítás projektem, és van egyébként fotográfiai nagy terveim is, hogy olyan dolgokat lefotózni most az égen, amiket eddig nem tudtam, és erre a felszabadult idő ad lehetőséget, és hát izgatottan is várom. Úgyhogy bármilyen nehézség is van, bármilyen terhek is vannak most a világban, és nekünk egyébként személyesen is, tehát nem tudom, nem is szeretném ezt elbagatelizálni, sőt, abszolút együtt érezve mindenkivel, aki éppen ennek a legnehezebb szakaszát viszi. Én azt gondolom, hogy helyes megtalálni mindenkinek a saját munkája mellett a saját kikapcsolódásában is azt, ami az életkedvet emeli a sok nehézség mellett, és én ebben ezt mindenképp megtalálom. Az életem gyakorlatilag teljesen megváltozott, tehát ugye 7.30-tól 15 óráig én egyébként iskolában vagyok, tehát ez most nem kicsit változott meg, hogy egész nap itthon vagyok. Aztán, hogyha úgy tartja kedvem, akkor kimegyek fotózni. Ugye ez a távoktatás ez nekem valamilyen szinten jobb, hiszen nem annyira kötött. A házikat akkor csinálom meg, amikor akarom, tehát az egész iskolai nagy házi feladat most, hogyha úgy nézzük. Van egy-egy óra minden nap megtartva, onnantól meg úgy ostam az időmet, hogyha akarom, akkor napfelkeltére kimegyek fotózni, ha akarom, naplementére megyek ki, délben kimehetek, tehát amikor akarok, abszolút kötetlen. Mostanában gyakorlatilag, ami ugyanúgy, mint általában, ami a szemem elé kerül, tehát ugyanúgy kimegyek, ugye olyan helyre nem megyek, ahol ember van, ugye, mint hobbi természetfotós, nyilván a természetbe megyek ki. Természetbe meg igen, kevés emberrel lehet találkozni, ugye vidéki vagyok, itt még annyi ember sincs, tehát mondjuk gondolom én, hogy Budapest környékén a kirándulóhelyek ilyenkor tömve vannak. Gyakorlatilag itt senkivel nem találkozik az ember, tehát nem veszélyes ez a helyzet, hogy itt én kimegyek fényképezni mondjuk a pusztába, vagy a tópartra,
tehát ott nem találkozok senkivel. Mostanában havazása alkalmával volt óriási szerencsém. Itt Csongrádon, ahol élek, abszolút, tehát esett éppen a hó, de nem maradt meg. Kicsit éjszakabbra tőlünk, Bugacra. Bugacon meg megmaradt a hó, egész nap szakadt, és ami az érdekesség volt, hogy ürgét találtam, ugye az ürge télen éjszakai... Macsa. Beszédes. Igen. Egyet értenek velem. Akkor folytatom. Hát ez nem hallgat el. Ugye az ürge az téli álmot alszik, és nem túlzott a jellemző, hogy szakadó hóesésben és x cm-es hóban, ott az ürge néz ki a hóból, és csak néz, hogy most mi van. És el sikerült kapnom egy viszonylag közeli pillanatot, amikor az ürge néz fölfelé, és közben szakad a hó, és ez abszolút nem jellemző. Tehát ez mondhatni egy kuriózum lett végül is, meg gyakorlatilag naplementékre kijárok fotózni, Felgyőre, Tiszaalpára, Bokrosra, tehát a kedvenc helyeimet így is meglátogatom. Nincs ott senki rajtam kívül. Gyakorlatilag mondhatni, hogy most készülnek a legjobb képeim, mert sose volt ennyi időm, most van a legtöbb időm. Tehát tanulok, persze mindent meg kell csinálni, ugyanannyit, mint hogyha az iskolába, de abszolút nekem egy pozitív, hogy úgy osztom be az időmet, ahogy akarom. Tehát így akkor megyek ki fotózni, amikor akarok. Következő kérdés, tudsz-e mutatni ebből az időszakból készült fotódat? Van sok. Hát én ezt az ürgét emelném ki, akkor van egy havas-tavaszi héricses fényképen, most készült el egy napnyugta és vadlibák a dombtetőn, és a vadlibák pont beleesnek a napkorongba. Na ezt is most tán a iskolai kényszerszünet első hetében készült. Gyakorlatilag elég sok kép készül most, tehát nem lehet okom a panaszra, mert tavaszra van, ilyenkor beindul az élet a természetbe, és gyakorlatilag van mit fotózni bőven. Mire fordítod a plusz idődet? Fotózásra. Hát gyakorlatilag most elindítottam egy projektet, találtam Csongrád mellett egy helyet, ahol rengeteg parti madár gyűlt össze. Eddig nem ismertem, tehát nem tudtam, hogy ott ennyi madár van, sőt nem is szokott ennyi madár lenni, mert magát a helyet ismertem, de én még ennyi madaratot nem láttam. Bementem a nádasba, és gyakorlatilag elég sekély a víz ahhoz, hogy pár raklapra simán ki tudok feküdni, és tudom őket majd fotózni. Most ezt a projektet indítottam el, szabad időmmel pedig fotózok, nem keveset. Sziasztok, Sram András vagyok, és Maier Miklós megkérésére egy pár kérdésre válaszolnék, ami reméljük, hogy talán fog nektek is segíteni ebben az elég komoly és nehéz időszakban. A halálfejes póló egyébként, ne tévesszem meg senkit, nincsen semmi gond. Ez volt most jelen pillanatban tiszta itthon, meg tulajdonképpen kint, amint látjátok, van egy elég nagy telkünk itt, és a kerti munkát azt általában ebbe csinálom. Hogy hogyan változott meg az életem? Nagyon sok mindenben, és megpróbálom ezt kicsit üttömörebben. Én ugye két helyen is élek, hiszen Kanadában vagyok 22 éve, gyermekeim ott születtek, és 5 éve most már folyamatosan járok haza, 12 éve tanítok itthon, itthon lett egy párom, jól érezzük magunkat, szeretek itthon lenni, nagyon szeretem Magyarországot, de van egy kinti életem is, lakásom, autóm, és hát ugye ezt most két helyen fizetni, eltartani, ez egy elég nehéz feladat lett, és lesz szerintem még egy jó darabig. A gyermekeim pedig a volt feleségemmel kiköltöztek Franciaországba, tehát tulajdonképpen ők ott vannak, az egyik fele az életemnek, egyik harmada az életemnek Kanadában, az egyik pedig itt.
Sok mindenben változott. Nekem is a munkáim azok lecsökkentek, nem hogy lecsökkentek, hanem nagyon sok esküvőmet, az tulajdonképpen júliusig, jelen pillanatban júliusig, illetve augusztusban is arrébb raktak jövőre, tehát ez egy elég nagy pénzkiesés. És ugye hát Magyarországon is most tulajdonképpen mindenki meghúzza magát, ezért senki nem költ fotózásra, mert legyünk őszinték. Mi tulajdonképpen egy luxus cikk vagyunk, tehát a legutolsó lesz az, amikor majd hozzánk jönnek és velünk akarnak majd fotóztatni. Úgyhogy nem akarok negatív lenni, nem akarok igazából túl pozitív sem, viszont a lényeg az tényleg az, hogy nem állunk most jól, senki. Túlélésre gyúrunk, és most mindenkinek ezt kell tennie, de úgy, hogy közben a pozitivitását megpróbálja megőrizni, ami ilyenkor a legnehezebb. És erről lehetne sokat beszélni, de igazából 5 percet kaptam, úgyhogy szeretnék menni a következő kérdésre. Szoktál-e fotózni most, és ha igen, miket? Hát ha megmondom őszintén, én mostanában nem fotózok. Letettem a kamerát, tény is valahogy a telefonnal kimentem, és lefotóztam egy kis baracvirágot, cseresznyevavirágot, és ezek egy kicsit úgy lenyugtatnak. Hiányzik a fotózás, nagyon hiányzik a fotózás, de jelen pillanatban most nem akarok ezzel foglalkozni. Jó esik az, hogy nem kell fotózni, jó esik, hogy nem kell egy picit munkára menni, a pénzkiesés az természetesen az nem annyira, de most pihenés van. Most van egy ilyen forszírozott vakáció, és most ezt kell élvezni, most ezt kell csinálni. A harmadik kérdés pedig, tudsz-e mutatni ebből az időszakból készült fotóra? Tehát igazából talán egy sorozatom lenne, ezt el is fogom tudni küldeni, az pedig akkor volt, amikor egy pár hete, azt hiszem 2 hete, még nem volt lezárva semmi, fölmentem motorral édesanyámékhoz, vittem nekik élesztőt, mert az akkor abban a pillanatban egy eléggé keresett cikk volt. Én találtam, és próbáltam nekik is vinni, és miután fölmentem, elmentem a várba a motorral, és ott csináltam egy olyan sorozatot, ahol még soha nem láttam életemben, hogy senki nem volt. Senki nem volt se a templomnál, Mátyás templomnál, se a Korzón, és sem a halászbástyánál. Egy darab turistát nem lehet látni, sőt, senki nem volt közülünk. Utána pedig lementem a Lánchídot, és ott is fotóztam, és talán 1 vagy 2 autó volt. Én úgy gondoltam, hogy ez talán az egyik legkomolyabb sorozat, amit valaha életemben csináltam, mert ilyet nem fogunk még egyszer látni. Remélem, hogy nem fogunk még egyszer egy ilyet látni. Csak ilyen sorozatom van most. 4. Mire fordítod a plusz idődet, ha van ilyen? Van ilyen? Bőven van. Nem is kevés. Mint mondtam, egy kicsit forszírozott vakációnak hívom ezt az egészet. Utolérem magam azokban a munkákban, amiket ugye én is arrébb raktam. Utolérem magam egy csomó olyan dologban, amit nem akartam idáig megcsinálni, mert nem voltam rá kényszerítve, és az idő ez pontosan jó lett arra, hogy most akkor rá legyünk kényszerítve olyan dolgokra, amiket idáig halogattunk. Nekem ilyen például az online oktatás, amit évek óta kértek már tőlem, és évek óta szerettem volna csinálni, de nem csináltam. Most megcsináltam, most működik. Néha nem rosszak az ilyen időszakok, amikor az embert egy kicsit fenékbe rúgja a környezete, és azt mondja, hogy na most akkor rá lesz kényszerítve, akkor csináld is. Úgyhogy én most ezzel foglalkozom, és most ez a cél. Utolsó kérdés, igazából nincs is, illetve elkezdtél valami más projektet, ami eddig halogattál, vagy elkezdtél nyelvet tanulni, ilyesmi. Én 2 nyelven beszélek, magyar és angol, az nekem most jelen pillanatban bőven elég. Politikával nem annyira foglalkozom, a vírussal kapcsolatos dolgokat meg már nem olvasom. Dolgozgatok, nézegetem a képeimet, amiket akár 1-2 hónap, 3 hónap ezelőtt csináltam. Gondolkodok azon, hogy majd a stúdióval mit kell kezdeni, amikor majd lesz a lehetőségünk, hogy utazzunk és menjünk. És az online oktatást folytatom tovább, és azt fejlesztem. Úgyhogy igazából ennyi. Mindenkinek más, ahogy megéli és túléli ezt az egészet, de annyit mondhatok nektek, még hogyha nehéz is, hogy próbáljunk pozitívak lenni, és lássuk talán egy picit a szebb részét ennek az egésznek. Számomra talán így zárásképpen annyit mondhatok, hogy megújul a világ, most megújul. Fölnézek az égre, és nem látok egy repülőt sem. Talán egy kicsit ez tisztítja a légkört. Az állatok egy picit több lehetőséget kapnak arra, hogy kijöjjenek, szaporodjanak. A bogaraktól elkezdve minden. Úgyhogy most egy picit megújul a világ, most egy kicsit félretett minket. És én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy nem rossz.
ennyit tudok én tanács nektek adni, még egyszer, legyetek pozitívak, ez most senkinek sem könnyű, nekünk sem, profi fotósoknak sem, azoknak sem, akikre fölnéztek, senkinek nem könnyű, de ezt csak úgy éljük túl, hogyha kedvesek vagyunk és támogatjuk egymást. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, jók lehetek, sziasztok! Szóval ugye első kérdés az volt, hogy hogyan változott meg az életem az elmúlt pár hétben. Igazából azért is nagyobb a változás, mert én a hétköznapokban általában Pesten vagyok, és elég kevés lehetőség van kimenni a természetbe. Viszont ugye haza kellett költöznöm egyetemről, és így hál' Istennek sokkal többször tudok kimenni fotózni, és ez talán egy pozitív változás számomra. Mostanában nagyon sokat jártam ki cserkelni az őzeimhez, valamint leseket telepítettünk partfutó madarakra a Tocsogóban, és nagyon sok olyan projekt megvalósul most, amit én minden évben a tavasszal kihagyok, mert nem vagyok itthon, vagy pedig már kezdődik a vizsgaidőszakom. Az egyik mostani kedvenc képemet fogom megmutatni. Iszonyatosan sok képet csináltam ugye mostanában őzekről, és volt egy olyan alkalom, amikor piszok közel kerültem hozzájuk, és legalább 3 órán keresztül velük voltam, és majd ebből mutatok egy fotót. Mire fordítod a plusz idődet? Igazából, amikor nem fotózok, akkor tanulnom kell, mert ugye lassan vizsgaidőszak van, és bejöttek az államvizsgatárgyak, úgyhogy addig szeretném kihasználni ezt a jó időt, meg a sok időmet, amíg van, mert utána elindul a tanulás rendesen, és akkor sajnos minden projektemnek annyi. Tehát lényegesen nem változott az életem, annyi, hogy kényszer szabadságra, vagy ilyen inkább szükséges szabadságra küldtek, de nagyon jól viselem. Amit eddig mindig elhanyagoltam, például a DVD írásokat, mert azért csak jó lenne megmenteni, nehogy elszálljon például egy adag kép, ezért elkezdtem írni, úgyhogy több száz DVD-t sikerült eddig kiírnom. Jól telnek a napjaink, és amikor csak lehet, akkor megyek természetfotózni, mint ahogy eddig is tettem, és ha lehet etikusan és self-hunt módszerrel, tehát teljesen önállóan fotózni. Szoktam, mivel 60-i projekt az még mindig működik, amiből most az idén készül egy könyv, ezért tovább folytatom a 60-i fotózást. Csináltam mindenféle új les formát is, amit eredménnyel tudok használni. A tesztelés sikerült, úgyhogy a vízi madarakat egész test közelből lehet fotózni, úgyhogy nem zavarom őket. Ez is egy nagyon fontos szerintem, hogy egy olyan rendszert kitalálni, amivel tulajdonképpen nem zaklatom a madarakat, se a beérkezés, tehát a les, vagyis a területre érkezéssel és a terület elhagyással sem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy eredményes lesz. Ebből az időszakból készült fotóra? Persze, hogy tudok mutatni rengeteget, főleg ilyen akcióképeket, ahol madarak különböző viselkedést mutatnak. Egész jók. Én úgy gondolom, a számomra jó, mert itt az a lényeg, hogy én érezzem jól magam. A plusz időmet? Plusz időmet is természetfotózásra fordítom. Ez egy érdekes kérdés. Inkább sokat sétálok, tehát őzeket is szeretek fotózni, és hogyha az a plusz idő, amit nem töltök mondjuk egy tó közepén, vagy nem töltöm mondjuk egy lesben, akkor azt inkább ilyen félcserkelés, féllesezés megoldással szeretem az őzeket fotózni. Legutoljára elég sok és elég közeli képet sikerült csinálnom. Úgyhogy jó. Meg a családom körében. Persze, amennyi itthon van, mert ugye a gyerekekből tulajdonképpen kettő az kényszerítették, hogy hazajöjjenek, és az egyetem is bezárt, ez jó volt, Bogyó.
az egyetem is bezárt, a gimnázium is bezárt, úgyhogy most ez egy kicsit. Na, oda megy a kamera elé. És főleg Bogyó. Jó. Egyrésztről semennyire nem érintett, vagy nem változott semmi az életünkben, másrésztről viszont drasztikus változások vannak. A drasztikus részével kezdem, az az, hogy nyilván én Tenerifén voltam még nem is olyan régen, 2 hónapot töltöttünk Tenerifén, és körülbelül még 2 hónapot gondolkoztunk azon, hogy ott töltünk, és erről most le kellett mondanunk idő előtt hazajönni, mikor láttuk, hogy a dolog kezd komolyodni sajnos, és úgy voltunk vele, hogy jobb ezt itthon átvészelni. Évente 9-10 hónapot utazunk alapvetően, tavaly előtt Ázsiában voltunk 7 különböző országban, tavaly Olaszország volt, Ausztria meg Horvátország, többnyire, és idén pedig spanyolba kezdtünk, Angliába akartunk tovább menni, ami nem tudjuk, hogy még kivitelezhető lesz-e, illetve hogy mikor. Úgyhogy ebből a szempontból ez elég drasztikus számunkra. Másrésztről viszont abszolút nem az, hiszen heti 5-6 napot a gép előtt ülök, és hogy ezt éppen hol teszem, és hol csinálok éppen egy weboldalt, vagy vágok egy videót, az teljesen mindegy. Úgyhogy ebből a szempontból nekünk olyan nagyon-nagyon sok minden nem változott, csak le kell mondanunk pár dologról, mint gondolom mindenki másnak manapság. Hát hogy is mondjam, fotózgatok itthon, ez így helyes, nyilván nagyon szeretek fotózni, és táj és város fotózni innen a szobából picit nehéz, úgyhogy kicsit kreatívnak kellett nekem is legyek, és kibővíteni a kis világomat a fotózás terén, és elkezdtem tárgyakat fotózni, és hogy nehezítsem a dolgomat, hiába van 2 kamerám is, ezt megpróbáltam most telefonnal csinálni, a legegyszerűbb eszközökkel, meg egy zseblámpával tárgyakat fotózni, úgy, mint hogyha ilyen stúdió hangulatú, igazán profi minőségű képet próbáljak vele csinálni. Ez talán, hát nem tudom, mindenki döntse el, hogy sikerült-e, mert csináltam róla egy videót, amúgy fönn van a csatornámon. Mit kezdek a plusz szabadidőmmel, hogyha egyáltalán van a mostani helyzet miatt? Hát a kérdésre az első és rövid válasz, hogy nincs. Én is szeretném, hogyha lenne néha esküszöm, de nem bánom, hogy így alakult, hogy ilyen rengeteg munkám van most. Ennek ellenére nyilván van egy kis plusz szabadidőm az előbb említett okok miatt, hogy nem túrázok, nem kirándulok annyit, és ezt az időt elsősorban önmagam fejlesztésére szánom. És ez nem egy nagy változás az én életemben, én a mai napig minden nap legalább egy 10-15 perces YouTube videót megnézek, vagy olvasok valamit, vagy bármit, ami fotózással kapcsolatos. És az az igazság, hogy ezt elsősorban nem is csak azért teszem, hogy tanuljak új dolgokat, mert ha YouTube-ról például már szerintem mindent láttam, és nagyon nehéz új információhoz hozzájutni. Inkább az érdeklődésem és a lelkesedésem fenntartása miatt teszem ezt. Ezt évek óta így csinálom, körülbelül 2,5-3 éve kezdtem el, és napi szinten foglalkozunk a fotózással legalább egy 10-15 percet. Ezt azért javaslom mindenkinek nagyon-nagyon jó szívvel, hogy a lelkesedés fennmaradjon, és hogy ne porosodjon az a fényképezőgép majd a polcon, hanem igenis használjuk minél rendszeresebben heti vagy napi szinten, hogyha lehet. Végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy kitartás, ez a szituáció nem fog örökké tartani, és hogyha hasznosan töltitek el ezt az időt, akkor így el fog repülni az egész, és 3-szor jobb képeket fogtok csinálni, hogyha egy kicsit most tanultok fotózni, és föntartjátok a lelkesedéseteket. Úgyhogy sok sikert! Igazából az én életem nem sokban változott meg, talán csak annyiban, hogy az eddigi fő munkámat jelentő turisztikai vállalkozásom, aznak most bizonytalan ideig szünetelnie kell, de igazából nem is annyira bánom, hiszen emiatt elkezdtem foglalkozni olyannal, amit eddig folyton csak halogattam, elkezdtem gőzerővel online tanfolyamokat gyártani, úgyhogy most gyakorlatilag az otthon töltött időm nagy részét ez a munka jelenti, éppen egy Adobe Lightroom-ról szóló tanfolyam gyártásában vagyok épp. Fotózni mostanában nem nagyon szoktam, bár azt hiszem, hogy 1 vagy 2 hete kimentem a házunk előtti járdáról, pontosan jól látszott, ahogy a Vénusz együtt állt a fiastyúkkal, erről készítettem jó pár fotót, és számomra egyeddig félig-meddig új technikát alkalmaztam, illetve új szoftvert alkalmaztam, eddig nem használtam ezt a Deep Sky Stacker nevű szoftvert, ezt a szoftvert használva stackeltem össze 9 fotót a kisebb zaj érdekében. Igazából most más fotós projektem nincsen, ha csak azt nem számoljuk, hogy a Dunaparton fotózgattam különböző virágokat, illetve a bokrok vagy a fáknak a
virágzását, illetve holnap hajnalban tervezem, mivel most a hideg front kisöpörte a sok koszt, és majdnem újhold van, holnap hajnalban tervezek kimenni tejutat fotózni. Erre már nagyon régen nem volt példa, úgyhogy remélem, hogy fel tudok kelni jó korán hajnalba, és ki tudok menni a megfelelő helyre, és az ég is jó lesz. Hogy mire fordítom a plusz időmet? Hát elkezdtem például Python programnyelvben programozni, tanulni. Ez számomra nagyon érdekes, hiszen még sosem programoztam úgy igazából. És már rájutottam arra a szintre, hogy tudok teljesen értelmetlennek tűnő, de annál viccesebb kis programkákat írni. De természetesen az a cél, hogy eljussak olyan szintre, hogy mondjuk webes appokat tudjak fejleszteni, vagy legalábbis elkezdeni fejleszteni. Ezúton is hadd köszönjem meg minden résztvevő fotósnak azt, hogy válaszolt a kérdéseimre, és hogy küldött videót. Tudom, hogy mekkora kilépést igényel a komfortzónából az, hogy levideózzuk magunkat, szóval nagyon hálás vagyok nekik, hogy vették az időt és a fáradtságot ahhoz, hogy ilyen jó kis videókat küldjenek. Remélem, hogy tudtunk téged inspirálni arra, hogy mivel töltsd el ezt a bezárkózós időszakot. Maradjatok egészségesek, nem sokára találkozunk, sziasztok!